itt vagyunk Csóvis Pál Sanna temetőbe. Néhány évvel ezelőtt a képviselőtestület úgy döntött, hogy temetőnket megpróbáljuk rendbe tenni. Hát volt feladat bőven, és még természetesen van is, de én úgy gondolom, hogy egy olyan mérföldkőhöz értünk, ami most már értékelhető. Hát kezdtünk azzal, hogy felújítottuk a ravatalozó épületet, bővítettük is, azon kívül teljesen új kerítést építettünk a temető köré. Ami nagyon fontos eleme volt ennek a folyamatnak, az pedig nem más, mint hogy a temetőhöz vezető utat, a település központjából vezető utat is mind belterületen, mind külterületen két pályázati forrásnak köszönhetően sikerült teljesen felújítani. Azon kívül elkezdtük azt a beruházást, aminek a lényege az, hogy a sétányokat egyszer világítsuk ki. Ha itt körbenézünk, akkor látjuk, hogy most már összesen 7 kandeláber van, olyan kandeláberek, amelyek napelemben működnek. Ez azt jelenti, hogy ebbe az energiaválságos időszakban nem kell, hogy költsünk rá, hiszen a világítás ingyen kapjuk a napenergiának köszönhetően. És hát ha már vannak kivilágított sétányok, akkor azok adjuk meg a módját, és igyekeztünk ezeket modern térkővel ellátni. Ez a folyamat most fejeződött be éppen a napokban, most adta át a kivitelező, és egy újabb szakasz sikerült megépíteni. Az a célunk, hogy mire jön a Mindenszentek napja, és nagyon sokan kilátogatnak majd ide a temetőbe a halottaikhoz, akkor már civilizált körülmények között tudják ezt megtenni. Természetesen ezzel ez a folyamat nem ért még véget, hiszen van feladatunk bőven. Nagyon bízunk abba, hogy a Magyar Falu Program keretében újabb forrásokat tudunk szerezni, és ezt a sétánykiépítést tudjuk majd folytatni. Nyilván ez már a jövő esztendőknek a feladata lesz.